Ez itt a Kapos Menti magazin, köszöntöm nézőinket! Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban! Fogadj örökbe egy keresztet, emlékhelyet szenteltek a Tolnavár megyei Gyulajon. Fúvós zenekar, kiállítás, díjátadás, ünneplés, hagyományos búcsú az idősek otthonában Dombóváron. Öt órai tea, a Dombóváról elszármazott Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész volt a vendég. Nyárköszöntő hangverseny Gunnarason, a Kapos kórus a Szent Gergely kápolnában adott koncertet. A Dombóvári Eszterházi Miklós Technikum és a Gyulai Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány közösen újítottak fel egy keresztet a Tolnavár megyei Gyulajon. Az esemény a KDNP által kezdeményezett Fogadj örökbe egy keresztet program keretében történt. Az ünnepségen Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vett. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon erre a keresztre, és maradjon rajta most és mindörökké. Felújított keresztet áldott meg Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke Gyulajon. A vasból készült alkotás a Fogadj örökbe egy keresztet program keretében újult meg. A kezdeményező a KDNP volt. A program országos, más települések is állítanak, illetve újítanak fel keresztet, mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hála Istennek az elmúlt évek során nagyon sok út menti, vagy pedig temetőben névő kereszt újulhatott meg, vagy pedig újakat állítottak. Magyarországi nemzetiségek, velük körülbelül 400-at tudtunk az elmúlt években megújítani és állítani, ami látszik is most már az országon, de az is fontos, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt elindított egy mozgalmat, hogy fogadj örökbe egy keresztet, és ez megtörtént itt Gyulajon is. És ennél szebb összefogást megmondani, szintén nem nagyon láttam még. Sok helyen voltam, sok szép ünnepséget voltam, de az, hogy egy kicsi falu a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak az iskolásaival, dombovári középiskolásaival és itteni általános iskolásaival összefogva mindent megtettek, hogy ez a kereszt megújuljon, megszépüljön a környezete is, ilyenben még nem volt részem, mert az ő szabad idejük, munkájuk és az ötleteik is benne voltak, és mindamellett pedig azt is hozzá kell tenni, hogy ez az ünnepség pedig kiemelten mutatta azt, hogy mennyire fontos egy közösségnek, akár még szimbolikusan is egy ilyen kicsi megvalósulás, ami sok-sok százmilliós vagy milliárdos építkezésekhez, beruházásokhoz képest eltörpül. De mégis üzenete van az irányba, hogy az összefogásnak mekkora az ereje, üzenete van, hogy a kereszténységnek mekkora az ereje, és az is, hogy a gyermekek is vágyják ezt az összefogást, és én ezt hiszem, hogyha országosan ilyen ünnepségeket tudnánk rendezni, szervezni, ilyen találkozók lennének, az a gyermekeknek a lelkében is nagyon pozitív változást indítaná. Az ünnepi alkalom fényét színművész, előadó művész emelte, tette színesebbé. Csak a kereszt maradt meg, sírva, fájva, belecsikordult mégis az éjszakába. Csak a kereszt maradt meg, a falu keresztje, a mi keresztünk, a régi kereszt. Fekete felhők bomlanak felette, és a kereszt állt, ördült, kiabált. Rája, mint Ódon templom régi muzsikája, a falu szíve visszaorgonált. A Tolnavár megyei Gyulaj határában felállított és megáldott keresztet részben a Dombóvári Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum diákjainak munkáját dicséri. A szakképző iskolában gépészeket, kőműveseket és asztalosokat tanítanak. Közülük jó néhánynak most jelentősen érvényesülhetett a munkája oktatók, pedagógusok közreműködésével. Olyan gyerekek járnak hozzánk, akiknek, hát nem szép így mondanom, de mégiscsak a szakmájukba vágott, hogyha találunk egy olyan keresztet, ami tényleg szívünkhöz nőtt, és szüksége van örökbefogadásra, gondoskodásra vagy örömre, akkor ők a saját szakmájukon keresztül ezt fel tudják újítani. Nem volt
egyszerű, mert hogyan jön valaki ahhoz, hogy bárhol az út szélén fogja magát, és csak úgy nekiáll és felújít bármit, annélkül, hogy szakmai vezetése lenne ehhez. De Hegedűs János plébános úrral egyeztetve találtuk így Gyulajon ezt a keresztet, és tényleg az oktatóink, a pedagógusaink segítségével ezek a fiúk olyan örömmel újították föl, amire mi magunk sem számítottunk. Egy olyan összefogás alakult ki a kereszt felújításával kapcsolatban, ami számunkra is megható, és egy örök emlék marad. Tényleg csak röviden összefoglalva, hogy ezek a fiúk biztos, hogy nem fognak keresztet rongálni az életük folyamán már, akik ebben részt vettek, és sokan voltak, nagyon sokan voltak. Tehát ilyen 15-20 tanuló összeállt és csinálták bent a műhelybe, itt kint a helyszínen, egyébként esőben is. Tehát zuhogott, néha zuhogott az eső, és úgy csinálták, de mondták, hogy ez készen lesz, és ez a szívük csücske. A dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikummal közösen összefogva a Gyulai Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítvány is aktívan részt vállalt a kereszt felújításában a Tolna vármegyei Gyulajon. Egyrészt a fizikai közelség, másrészt pedig a közös jövő tervezése hozta össze a két intézményt, és hát ez a kereszt, ami egyrészt megújulhatott, de hogy a közös út, ami ehhez a kereszthez vitt, ez lehet a nagyon fontos példa nekünk az iskola fenntartó részéről, és szerintem így a társadalmunk számára, hogy találjuk meg azokat a kereszteket, aminek az érdekében összefoghatunk és eljuthatunk egy együttműködésre, abba az irányba elindulhatunk, amikor kéz a kézben, összefogás alapján megvalósíthatunk egy olyan projektet, aminek az eredménye egy ilyen kereszt, és az eredménye egy olyan együttműködés, ami példa lehet a gyerekeink számára a jövőben. A szentelés után az általános iskolában egy kiállítást is rendeztek a keresztfelújítás folyamatáról. A rendezvényen felléptek a Galló József általános iskola diákjai. Fóvos zenekar, kiállítás, díjátadás, ünneplés, hagyományos búcsút tartottak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Gondviselésháza Aranysziget idősek otthonában Dómóváron. Átadták az Alsómocsoládi Őszi Fény idősek otthona online vers és mesemondó versenydíjait is. Idei hagyományos búcsúját tartja a Gondviselésháza Aranysziget idősek otthona Dombóváron, mely a Jézus szíve ünnepe. Ilyenkor évtizedek óta minden évben búcsút ünnepelnek. Mindig van valami tematikája, vannak meghívott vendégeink, és nem csak az előadók a meghívott vendégek, hanem a hozzátartozók, környező intézményekben lakók és dolgozók, illetve most már, mivel 2020 óta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz tartozunk, a régióban működő máltai intézmények és dolgozók is megtisztelnek bennünket, úgyhogy most nagyjából egy ilyen 250-300 vendéget várunk. Vendéglátás is lesz, hiszen egy búcsú enélkül nem lehetséges, mondja Horvátné Gyánó Bernadett intézményvezető. Sütemények, sörcsapolás, jégkása, fagyi nélkül az nem búcsú. Ezzel szeretnénk pedig látni akik hozzánk ellátogatnak, illetve szeretnénk megköszönni a műsor keretében a lakóknak, hozzátartozóknak, dolgozóknak az önzetlen segítségét, tehát lesz egy ilyen köszönet része is a műsorunknak, és ezt követően a Dombovári Zenész Egyesület egy remek hangulatú fúvószenekari délutánt fog itt nekünk tartani, tehát fúvószenét, ahogy el is kezdték már játszani, illetve Stifter Balázs előadó művésznek lesz egy programja, amire táncolni fognak az idősek és kötetlenül szórakozni. Igazándiból ennek az együttlétnek a célja a közösségépítés és az, hogy kinyissuk a kapunkat. Két-három havonta lesz egy ilyen programunk, megnyitóval és kiállításokkal. És ez azért is jó, mert hogy egyrészt a lakóink is nagyon örülnek neki, a másik pedig a hozzátartozók gyönyörködhetnek, illetve ugye most, hogy hála Isten már nem kell zárni a kapuinkat, így bárki bejöhet és megtekintheti, és egy kicsit beleláthat az életünkbe, egy kicsit közösségbe lehetnek a lakóink, és megnyithatjuk a kapuinkat. A Gondviselésháza Aranysziget idősek otthonát a Magyar Máltai Szeretett
szolgálat működteti. A nap is szentmisével kezdődött, mondja Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Dunántúli régiójának ügyvezetője. Ez nagyon fontos, mert minden ilyen alkalommal és az évtizedekre visszatekintő hagyomány Mári Dombóváron. Kinyitjuk ezen a napon a kapuinkat, az intézményeink kapuit, és azt próbáljuk üzenni a társadalom felé, hogy az idős emberek ugyanolyan részesei a társadalomnak, mint bárki más, még akkor is, hogyha segítségre szorulnak, és emiatt egy védett környezetben kell őket ellátnunk. De ez nem azt jelenti, hogy őket be kell zárnunk, vagy ki kell zárnunk a társadalomból, hanem hogy integrálnunk kell. Ez a nyitottság, ez a mai nap, ez a vidám hangulatú együttlét, ahol itt vannak hozzátartozók, itt vannak vendégek, akik más szervezeteknek a küldöttei, itt vannak más máltai intézményeknek a küldöttei. Ez erről szól, hogy egy közösségnek a tagjai vagyunk, és ennek a közösségnek mindannyian részesei vagyunk, függetlenül attól, hogy segítségre szorulunk, vagy pedig a segítségnyújtásban gyakoroljuk a hivatásunkat. A Máltai Szeretett Szolgálat tulajdonképpen egy idős ellátásban, de bármilyen szociális szolgáltatásban ugyanazok szerint a feltételek, keretfeltételek szerint működik, mint bármilyen önkormányzati, állami vagy civil fenntartású intézmény. Amiben mi próbálunk talán kicsit mást, vagy máshogyan tenni, az az, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak a küldetésében van az, hogy a szegények szolgálata és a hitvédelme, ez ugye jelmondatunk, ez együtt kell, hogy működjön. És azt is gondolom, hogy ezt nem lehet nagyon nagy távolsággal vagy személytelen közegben tenni, hanem nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell tenni arra, hogy minden egyes ember, aki a mi gondozásunkra szorul, a mi segítségünkre szorul, azt a személyes figyelmet is meg tudja kapni, amire neki szüksége van ahhoz, hogy a holnapban még mindig lásson célt, és a holnap után következőben meg még. És ne csak annak a napnak a végét keresse, és az életének az utolsó szakaszát már egy ilyen végállapotnak tekintse, hanem ennek a figyelemnek az eredményeképpen mindig találjon valami új célt az életében. Erre próbálunk hangsúlyt fektetni minden intézményben, nem csak az idősellátásban, nem csak itt Dombóváron, hanem minden intézményben, hogy legyen a holnapnak értelme, és hogy a mi ellátottaink lehessenek részesei a társadalomnak, ugyanolyan joggal, mint bárki más. Ennek a napnak van még egy különlegessége. Egy kiállítás nyílik meg az intézmény aulájában, Gerencsér Gyuláni Szili Márta alkotásaiból. A hölgy az otthon egyik ellátottja. Ezzel szeretnének hagyományt teremteni, mondja az intézményvezető. A jövőben művészeket hívnának meg, ugyanis ha már az idősek nem tudnak elmenni kiállításokra, akkor ilyen módon hozzák be a kultúrát a Gondviselés Háza, Aranysziget idősek otthonába. A búcsú alkalmával átadták az Alsó-Mocsoládi őszi fény idősek otthona online vers és mesemondó verseny díjait is. Az 5 órai TEA című beszélgetés sorozat legutóbbi vendége Nagy Viktor volt, a Dombóváról elszármazott Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész, betekintést engedett egyebek mellett élete fontos állomásaiba. ...1954-ben született Dombóváron. Már gyermekkorában hangsúlyos szerepet kapott a zene, zeneiskolában zongorázni tanult, majd a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában a kürt volt a hangszere. Az 5 órai TEA rendezvény sorozat vendége ezúttal Nagy Viktor, Jászai Mari díjas rendező, zenetanár, érdemes művész volt. Szüleim is itt éltek, sőt, dédszüleim is itt éltek, és ide jártam zenei általános iskolába, és hát itt nagyon sok minden fűz ide, tehát nem csak az általános iskola, barátok, tulajdonképpen itt kezdtem zenélni a zeneiskolában, először zongorista voltam, aztán fúvos hangszerek kezdtek érdekelni, és végül is kürtösként felvettek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába 1968-ban, tehát egész odáig dombovári voltam, 54-ben születem, tehát 14 évig.
Aztán már úgy félig pécsi lettem, tehát oda jártam gimnáziumba, utána oda jártam a zeneművészeti főiskolára, majd 83-ban a színművészeti, akkor még főiskolára vettek föl nappali tagozatra, és akkor oda aztán 5 év plusz, aztán azóta ott élek Budapesten, de hát édesanyám, aki idén halt meg, végig itt él Dombováron, és hát sokat találkoztunk és látogattam. A zene családi indítatás volt, mondja a rendező. Beírattak a zenei általánosba, és akkor hát mi legyen a hangszer? Mi legyen a hangszer? Hát legyen zongora. És akkor zongoránk nem volt, és egyik rokonunkhoz jártunk gyakorolni. Hát télen fűtetlen szoba volt, nem volt valami túlságosan barátságos, de hát azért lehetett. Aztán később vásároltunk egy zongorát, és akkor már könnyebb volt a helyzet. Tehát így lettem zenész. 1976-ban zenetanári diplomát szerzett, majd rövid ideig gyakorolta a zenepedagógusi hivatást. Írni kezdtem mindenfélét, többek között színdarabokat is, és akkor hát nem volt, aki megcsinálja, megrendezze, és akkor saját magam elkezdtem ezzel foglalkozni, és annyira megszerettem, hogy aztán nem csak saját darabjaimat, hanem más darabokat is megcsináltam társaimban, a gimnázistákkal, később idősebbekkel is már dolgoztam. Hát akkor fénykora volt ennek a úgynevezett amatőr színjátszásnak. Pécset is nagyon sok ilyen együttes volt, milyen kis nagyon jó kis társaság volt. Hát annak az utódja lett az a pécsi harmadik színház, amit a Vince János barátom vezet a mai napig. Bár Nagy Viktor napjainkban már nyugdíjas korban van, ennek ellenére fiatalokat meghazudtolva dolgozik, rendez, tanít. Budapesten az Új Színháznak vagyok a főrendezője. Jelen pillanatban Színház és Filmművészeti Egyetemen most indítok egy rendezőosztályt szeptemberben. Most lesznek az utolsó fordulók, felvételi fordulók, 2 nap. Mellette tanítok dramaturgokat is, zene, stílus, történetre, stb. Aztán tagja vagyok a Magyar Művészeti Akadémiának, ott tagozatvezető vagyok, tehát ott is van elég sok munka. Úgyhogy van éppen elég tennivaló. Ezzel telnek a napjaim. A fiatalok sok minden iránt érdeklődnek, és igazából nem azt mondom, hogy nehéz őket bevinni a színházba, de nem könnyű eltalálni, hogy éppenséggel mire kíváncsiak. Ugyanúgy kíváncsiak esetleg egy zenés darabra, vagy egy prózára, vagy egy kicsit avantgárdabb színházi felfogású előadásokra, hagyományosra, tehát tulajdonképpen mindenevőek, de hát a jót azt szeretik, tehát igazából az hamar fölmérik, hogy hova érdemes menni. Tehát nem rosszabb a helyzet, mint volt, hanem inkább egy kicsit más olyan szempontból, hogy sok mindennel meg kell küzdeni. Mobiltelefonnal, különböző TV csatornákkal, internetes csatornákkal, stb. Tehát ez vetélytársa a színháznak, filmre nem is beszélve, de a film talán annyira nem. Úgyhogy folyik minden színházban az a munka, hogy a fiatalokat bevigyék, és nem könnyű vállalkozás, de szerintem van jövője. Akiket viszont megragad a színház világa, különleges élményekben lehet részük. Kell egy ráhangolás, egy ráhangolódás, tehát magam is tudom, hiszen talán jó visszaemlékszem, talán így profi színházba 14 éves koromban kerültem, 8. osztálykiránduláson Budapesten, a Nemzeti Színházban, máig emlékszem. Hát így Dombováron, én színházban nem voltam, tehát itt nem volt semmiféle színház, Pécsre nem jártunk, úgyhogy az volt az első, de hát ezek komoly benyomást keltettek az emberben. Nyárköszöntő hangversenyt adott a Kapos Kórus Dombóvár Gunnarason. A koncert helyszíne a Szent Gergely kápolna volt. A hely méltóságához illő darabok csendültek fel. A könnyű zene műfajából átiratok is elhangzottak. A program a Gunnaras 50 rendezvény sorozat része volt.
Juhász Csilla 40 éve tagja a Kapos kórusnak, azonban ennél régebben énekel. Amikor Dombóvára jött tanítani, akkor már is csatlakozott az énekkarhoz. Ez a 80-as években volt még, mondja a Kapos kórus énekese. Nagyon változó a kórus összetétele, de most már évtizede nagyjából van egy ilyen alaptagság. Szeretjük egymást emberileg is, úgyhogy nagyon különbözünk. Tényleg nehéz egy ilyen heterogén csoportban lenni, ugyanakkor az, hogy mindannyian énekelni szeretünk, az azért mégis egy ilyen közös pont, és akkor egyébként is elfogadjuk egymást emberileg. Az idő múlásával az egyházműveknél a hangok hosszabb megtartása kicsit nehezére esik, mondja a kórustag. Szívesen énekel klasszikust, de az újabb, könnyedebb műfaj előadása is öröm számára. Szeretem most ezt a modernebb repertoárt is, szerettem a mise darabokat, amiket énekeltünk, a kíséreteseket, tehát tulajdonképpen engem nincs olyan igazi kedvencem. Mindig van a repertoárban egy-kettő olyan, amit különösen szeretek. Most például az Ave Máriát szeretem Caccinitől, mert nagyon populáris, szívesen hallgatja a közönség is. Szeretem az Indis Heartot, ami meg egy Sinéad O'Connor dal, de énekeljük a Csodálkozást, ami egy József Attila vers, azt is szeretem. Tehát valójában a mai repertoárban nagyon kevés olyan darab van, amit nem szeretek, de nyilván mindig van olyan. A Kapos kórus 2022-ben ünnepelte fél évszázados jubileumát, amelyet egy nagyszabású koncerttel, vendégkórusokkal és fellépők közreműködésével tartottak meg. Emlékeztetett Markovics Gábor, a Kapos kórus karnagya és művészeti vezetője, melyet volt tanárától, Kertész Attilától vett át közel 3 évtizede. Ha a kórus múltját megnézzük, akkor rendkívül színes versenyekkel, találkozókkal, helyi rendezvényekkel való fellépések díszítik, külföldi utak, rengeteg külföldi úttal találkozunk a kórus története során. Hogy a kórus összetétele abban az esztendőben, illetve azt megelőző esztendőben, amikor alakult 1972-ben, akkor az Énekzenei Általános Iskola tanára alapította az akkori ének tagozatos növendékekből, illetve azokból a növendékekből, akik már végeztek az iskolába. És hadd mondjam el örömmel, hogy még mindig van olyan tagunk, aki az alapító tagok közül énekel a kórusban. Tehát ez nagyszerű dolog. A jelenlegi tagok, azok általában az értelmiségi szférában dolgoznak, tanárok, tanítónők, óvónők, tehát akik valamilyen módon a kultúrával és a zenével egy picit közelebbi kapcsolatban álltak, de vannak olyan tagjaink, akik a hétköznapi munkás élet mellett vállalják a heti 2 próbát. Repertoárjuk színes, az egyetemi kóruskultúra a magyar 20. századi kortárs műveken át szinte mindent énekelt a kórus az elmúlt 50 év alatt. A mai koncertükre, hogy átkapcsoljak, egy picit egy ilyen best-of összeállítást hallhatunk ma, amelyben a cappella művek és
megtalálhatók kíséretes művek is, zongora, illetve nagyon finom pici ütős kíséret is van. Tehát ütőhangszereket is hallunk ma, amivel színesítjük a műsort. A Kapus Kórus számos helyen fellépett, Magyarországon és a határon túlon is. Díjak, minősítések kísérik végig pályafutásukat. A nyárköszöntő hangversenyt Dombóvár Gunarason a Szent Gergely kápolnában rendezték meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!